Tisztelt közönség, nagyon köszönöm ezt a meghívást. Én vagyok a kötetben az egyik visszaemlékező, valaki, aki tulajdonképpen kétféle jogon is beszél. Egyrészt, mint Klanicai Tibor fia, aki a családi hátterét meg tudja visszaemlékezésekkel világítani, másrészt pedig valaki, aki a szakmá, aki megörökölte apja mesterségét többé-kevésbé, ezt majd mások döntik el, hogy mennyire kevésbé, minden esetre, aki folytatja hasonló területen egy hasonló ténykedést. Most itt először ugye ez a kötet bemutatása, és szeretnék itt egyik szerzőként vagy interjú alanyként gratulálni ehhez a vállalkozáshoz. Ezt először is egy sok interjú kötet, sok visszaemlékezés jelenik meg manapság, és ez valami egészen ambiciózus és különleges vállalkozás, amit Ács Pál és Székely Júlia itt összeállított. Nem csak a súlya 37 interjú, hanem elsősorban az ambíciója miatt. Azért, mert egy olyan kötettel van dolgunk, amelyik azt lehet mondani, hogy ilyen jelenkor történészként, meg szakmabeliként egyszerre akar utána menni egy olyan jelenségnek, ami most itt ez, mindig zavarba vagyok, amikor erről kell beszélnem, de tulajdonképpen valamiféle klanicai kultusz van az irodalmárok, a régi magyar irodalommal foglalkozók között, amire én nagyon büszke is vagyok, meg mint minden kultusz megvannak a maga visszásságai is. Mindenesetre ezt próbálja valahogy interjúkkal, méghozzá egy olyan interjúrendszerrel, ami egyúttal föl akarja térképezni egyrészt Klanicai Tibornak a tudományos tevékenységét, ahogy ezt a kollégái, pályatársai látják, egyúttal ebből egy olyan mozaikból összeteszi azt a képet is, hogy milyen elméleti kérdések, milyen személyes ügyek foglalkoztatták ezt az egész kört, és ezzel egy olyan együttest áll elénk, ami most a címe az az, hogy a reneszánsz kutatás. Szerintem sokkal többről van szó, mint ahogyan az előszó, vagy itt bevezetőben is mondta Pali, hogy tulajdonképpen a 60-as, 70-es, 80-as évek magyar szellemi életének egy nagyon fontos, jelentős részéről van szó, amiben apám fontos szerepet játszott, és ezen keresztül nagyon sok mindenki a saját egyéni hozzáállását fogalmazza meg. Két dolgot szeretnék egész röviden itt elmondani. Az egyik, minthogy ők nem vették maguknak a büszkeséget, hogy bemutassák a kötet struktúráját, egy egész rendkívüli struktúráról van szó. Elkezdődik egy fejezetekre tagolódik, kezdődik a családdal, amit én képviselek, és ez tulajdonképpen egyébként itt el kell mondanom, van két testvérem, Júlia és Péter, és tulajdonképpen ők is szakmabeliek voltak a maguk módján. Húgom a Júlia az Árpul nevű művészeti archívumban tevékenykedik Galántai György feleségeként, és jelentős mértékben az, amit apámtól tanult, a nemzetközi kapcsolatok, a módszertani újítások, annak dokumentálása, bemutatása, ezen a téren folytatja a családi mesterséget. Öcsém Klanicai Péter pedig műemlékvédő építész. Építészként tanult, de kikötött a műemlékvédelemnél, hosszú évtizedeken át Pest megyei műemlékvédő volt. Most az ICOMOS-nak azt hiszem a magyarországi főtitkára, és hát küzdött a maga módján, ahogy apám küzdött a szövegkiadásokért, ő küzd azért, hogy a régi ablakkereteket ne dobják és ne cseréljék le műanyagra, meg hogy a megfelelő módon restaurálják az épületeket, egy rengeteg bosszúság, és sajnos a műemlékvédelem, mint tudjuk, rettenetes állapotban van Magyarországon, szóval most nem áll jól ez a harc. De az első kör a család, aztán utána a belső kör, vagyis az Irodalomtudományi Intézet közvetlen munkatársai. Azután a második, a szegedi kör. Erre majd visszatérek, és nagyon örülök, hogy itt egy ilyen bemutatás van. Nekem magam is van erről élményem, hogy
ez a Budapest-Szeged együttműködés apámnak az egyik szívügye volt, és tulajdonképpen egy nagy egyike a sikeres tudománypolitikai működésének. Azután a körnek a sugarai, vagyis, hogy ez az együttműködés, ez milyen más magyarországi központokra hatott ki. Utána a nemzetközi körök, és aztán, amit érintő körökként fogalmaz meg a kötet, az tulajdonképpen az, ami nagyon fontos volt, és ez kiemelik a könyvről született ismertetések is, hogy az apám a régi magyar irodalomnak a kutatását nem egyszerűen irodalomtörténetként képzelt el, hanem egy borzasztóan komplex, az minden ezzel foglalkozó tudomány együttműködésének az eredménye volt mindenkinek, tehát ez azt jelenti, hogy lehet látni nagyon jelentős művészettörténészeket. Ugye tragikus dolog, hogy Marosi Ernő már nincs köztünk, de Marosi Ernő, Galavics Géza, Mikó Árpád, Kovács András, de ott vannak a történészek, és ez a másik nagyon fontos kör. Ugye Várkony Ágnes sokszor előfordul a kötetben, említettként Spéter Katalin is meghalt már, főleg a koramikori történészek, de Szűcs Jenő is nagyon fontos volt apámnak a középkor történészként. És ott vannak a filológusok, akik nem azonosak az irodalomtörténethez. Viszkeleti András most nyilvánvalóan ő irodalomtörténész is, egyrészt, de másrészt a latin vagy az ógermán szövegek gondozói, egyáltalán a filológiai munkának a fontossága nagyon jelentős volt. És hát ott lehetnének még mások, mint a genealógusok, Bajai Szabolcs nagyon jó barátja volt apámnak, de meg nagyon sok mindenki más. Minden esetre ez a struktúra, ez lehetővé teszi azt az interjú olvasása közben, hogy mint egy százféle megvilágításban lehessen látni ugyanazt a tudományos életet, ugyanazt a tudományos milliót, és egyúttal ezt mindenki újra meg újra visszatérve mutatja azt, hogy fontos feladat volt, és egy központi érték volt, hogy valaki azzal foglalkozott a saját kutatásai mellett, hogy ezt összeszervezze. Hogy megteremtse azokat a fórumokat, a Rebakucs ugye az elhangzott sokszor, olyan tudományos orgánumokat, olyan az Irodalomtudományi Intézet megszervezése, ugye volt a legrégebb és a legfontosabb. Azután az évenkénti konferenciák, a nemzetközi konferenciák és együttműködések, például a Fondáció Giorgio Cinivel, vagy franciaországi, amerikai együttműködések. Tehát egyféle képet kap az ember arról, hogy az, amit mi itt nagyon azt lehet mondani, hogy bosszantó és hányöveti módon szoktuk mondani, hogy hát a kommunizmus idején ez nem volt semmi. Hát ezt ki kellene írni magának, mindenkinek, utólag is, aki ott volt, jelen volt, hogy igenis a 60-as, 70-es években lett megalapozva egy olyan nemzetközileg is érdekes és eredményes tudományos tevékenység, ami természetesen, ha a történészként nézzük, bele kellett, hogy illeszkedjen egy hatalmi rendszerbe. És az, hogy ez a hatalmi rendszer milyen volt, arról persze el lehet mondani sok minden, de az, hogy ez milyen módon működött és milyen módon szervezte a tudomány, ezt sokan ma is megirigyelhetnék. Ez derül ki minden esetre ebből a kötetből, és nagyon sokféle különböző vélemény hangzik el. Vannak olyanok is, akik jogosan bírálják azt, hogy apám bizonyos dolgokban egy oldalon nézte a dolgot, nem volt elég nyitott bizonyos típusú módszertani újításokra, voltak neki is, mint mindenki másnak személyes elfogultságai, egyáltalán ő is ember volt, ugyanúgy ő működött, de ugyanakkor az, hogy azt a nagy befolyását és azt a nagyon fontos pozíciót, amit ő betöltött, lehetőségeket nyitva, publikációkra, utazásokra, minden, azt lehet egy olyan módon gyakorolni, ami nagyon sok mindenkinek hasznos, értékelendő és utólag is egy nagyon jó emléket fenntartó dolog volt. Nem akarok ebben most olyan részletesen belemenni, mert tényleg érdemes elolvasni ezt, ez nagyon izgalmas olvasmány. Egy pár szót mondanék viszont, akkor még egyszer visszatérve arra a problémára, hogy
hogy mi is volt ez a 60-as, 70-es, 80-as évek, hogy mi volt ez a, ami ebben a kötetben végig újra meg újra, és hát nem akárkik beszélnek, itt most nem fogok tartalomjegyzéket felolvasni, de végül is a mai magyar tudományos életnek egy nagyon rangos társasága beszél. Egyik az, az hogy hogyan voltak a kezdetek. Az például egy nagyon jó ötletnek tartom, a, vagy nem ötletnek, kérdezési módszernek, hogy a kötet szerkesztői mindenkit megkérték arra, hogy mondják el, hogy hogy kerültek a szakmába. És ebből, de tudta mindenki, hogy az interjú az Klanicai Tiborról szól, de azért mégis elmondták, és ez a sok út, ami arra felé vezet, ebből tevődött össze az, hogy ezzel a társasággal mindenkivel külön-külön másféle módon hogy került kapcsolatba egy valaki, aki egy központi szervező szerepet töltött be, és mi volt az, ami velük lehetővé tette az együttműködés, hogy hogy lehetett ezeket összeilleszteni. Ez például, és ebből aztán egy olyan kiderül az, hogy hogy élt együtt mindenki a 50-es, 60-as évek irodalompolitikájával, a marxizmuson belül, hogy próbálták valamilyen módon megvédeni a régi magyar irodalomnak, illetve a régi magyar kultúrának az értékeit, hogy próbálták bebizonyítani azt, hogy, és hogy láttak ebben Klanicai Tiborban szövetségest, vagy akár egy vezéregyéniséget, aki egy ernyőt tudott a kirúgott szerzetesektől kezdve a mindenféle olyan perifériára került, de tudomány szempontjából nagyon értékes ember számára nyújtani, amit összeszervezve aztán ő be tudta bizonyítani azt is, hogy ők megérdemlik akár azt is, hogy állami támogatással, pénzzel folytathassák a kutatásaikat. Ezután egy másik dolog, és ebből a szempontból majd itt utána következő fogják bemutatni azt, hogy hogy lett ebben a helyzetben a Budapest és az ország kapcsolata, és ezenből különösen Szeged kapcsolata egy jelentős eszköz. Emlékszem arra, hogy az Irodalomtudományi Intézet számos dolgozója rendszeresen, szóval az a Budapest-Szeged ingázás, ez mint egy központi tengely volt, és hát Keserű Bálint, nagyon örülök, hogy itt van, hogy az végül is újra meg újra előkerült, hogy hát ez a csapat, ez az, amit apám is úgy tekintett, hogy itt talál egy olyan közönséget, ami, nem is közönséget, olyan partnereket az új kutatásra, amire támaszkodni tud. Ez részben összefüggött azzal is, és ez is kiderül, hogy az Irodalomtudományi Intézet, vagyis az Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közötti viszony az egy nagyon furcsa viszony volt. Ezt manapság már nehezen lehet így átlátni, hogy az egyetem az inkább egy ilyen, ami az irodalmat illeti, Tolnai Gábor birodalma volt, és apám külön kikerült onnan, sőt volt egy pont, ahol fel volt szólítva, hogy most válaszol, ha meg akarja tartani az akadémiai pozícióját, akkor ne jöjjön az egyetemre többet. Illetve hát szóval ilyen választás elé volt téve, és ő azt választotta, hogy a tudományszervezés, illetve a kutatói együttes, ez a belső kör, ez fontosabb neki, de ezután mégis próbált kapcsolatot találni egy olyan társasággal, ahol lehetett diákokkal is találkozni, és fiatalokat nevelni, és ez Szeged volt. Szóval voltak ugyan tanítványai az ELTE-n is, de ez egy hosszabb és nagyon nehéz és problematikus folyamat volt, amikor végül aztán már Kovács Sándor Iván ott volt, akkor javultak a feltételek. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Meg kell említeni még itt ebben az egész leírásban, ami engem nagyon érdeklődéssel töltött el, hogy hogyan élnek tovább a hagyományok, ehhez mindenki úgy viszont. Például az Eötvös Kollégiumnak a hagyománya, vagy a Horváth Jánosnak a hagyománya. Ugye ez milyen fontos, hogy ez az 50-es, 60-as években is, ha hivatalosan nem is, de a tudományos élet szervezésében ezek mennyire élő dolgok voltak, illetve hogy mennyire fontos volt, hogy ezt újra meg újra ezek a
kötetben résztvevők is, és apám is nem csak fontosnak tartották, de éltették tovább. Májusz Ellemér például, aki tényleg teljesen periférián volt, én emlékszem, nagyon sokszor levelezett vagy tárgyalt apám, és hát végül is az, amit ő képviselt, az aztán annak az eredményei mégiscsak tovább éltek. Szóval azt lehet mondani, hogy ebben a kötetben, ebben egy részletesebb és gazdagabb és elemzésre érdemesebb képet kapunk az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek szellemi életének erről a részéről, mint ismereteim szerint bárhonnan most ezen a ponton. Itt akkor befejezésképpen még annyit mondanék, hogy a kultusz, hogy mert és ehhez mindig olyan furcsán kell, hogy viszonyuljak, mint családtag, persze, hogy az ember nagyon örül annak, hogyha újra meg újra megemlékezések vannak, szobor van az Irodalomtudományi Intézetben, egy terem van elnevezve, meg díj van minden Rebakucs ülésen. De igazából azt gondolom, hogy ez a kötet az első olyan dolog, amit én egy adekvát valaminek tartok, hogy egy kultusz az végül is akkor él, hogyha az emberek különbözőképpen emlékeznek rá, hogyha nem egy díszbeszéd van és utána egy díjátadás, hanem hogyha mindenki végig elkezd arról vitatkozni, hogy ez most mi volt benne a jó, mi volt benne a rossz. És azt mondom, hogy ezt is meg lehet tudni ebből a kötetből, és ezért gratulálok a szerzőknek. Úgy beszéltük meg, hogy ezután én mondok néhány szót. Kicsit feszélyed engem, hogy szegediként én vagyok most a Cserny Sándor után a második, aki beszél erről közöttről. Nálam vannak méltóbbak is, és azok majd nyilván fognak beszélni erről a Szeged-Budapest, vagy Budapest-Szeged tengerről. Én csak azt szeretném mondani, hogy a 38 megszólaló közül, mondjuk 37-ben magamat nem számolom, nagyon sok sokat ismerek, és nagyon jó volt olvasni, hogy a szerkesztők, Székely Júli és Ács Pál milyen felkészülten és milyen empátiával készítették az interjúkat. A 37 interjú alany közül elég sokat ismerek, és ezért azt tudom mondani, hogy a kötetben olyanok voltak, mint amilyenek én őket nem ismertem. Tehát van kötöttünk olyan, aki rutinus interjúhalany, van olyan, aki gondosan leépíti életrajzába a tudományos életrajzát is. Olyan is van, aki rejtőzködő, mondjuk ebből kevesebb van. Olyan is van, aki rosszabbul fogalmaz, olyan is van, aki kicsit hiú. Tehát olyanok, amilyennek én őket megismertem, és ez nagyon nagy teljesítmény, és ezt így gratulálok. A kötetnek van már vízhangja, én ismerek néhányat. Ja, a budapesti könyvemutató három tudós ember nyitotta a kötetet, aztán pár napvel ezelőtt Petnerzi Gábor kicsit latinosan dicsérte a kötetet. Ezeket ugye el lehet olvasni, de olyat is hallottam, egy kolléganőnk és barátnőnk mondta, üzente, hogy végigolvasta a kötetet, és végig sírta. Ez azért nagyon fontos számomra, mert tényleg az a 20 esztendő, vagy 25, amit diákként, pályakezdőként
vagy tudósként együtt formálták Rencse Tiborral és Kecskei Bálinttal ezt a reneszánsz kutatást. Nagyon meghatározó 20 esztendő volt. És hát nagyon kevesen vagyunk már, akik ezt a 25 esztendőt átérték, aktívan átérték, és esetleg tudták bizonyos szinten a tudományt meghatározni. Nem szívesen mondok sokat többet. A legfiatalabb azt hiszem, hogy 64 éves születési. Tehát mindjárt 60 éves lesz. Tehát nagyon kell vigyázni az ilyen emlékeinkre, meg mondjuk tanítványainkra, ha vannak ilyenek. Azt akarom mondani még, hogy bár, ahogy máskor is mondtam, meg mindjárt tudjuk, hogy az emléketet néha torzít, de számomra mégis kirajzolódtak azok a tudós típusok, amelyek olyan meghatározók voltak ebben a 25, illetve hát 92 óta eltelt még újabb 30 esztendőben. Köszönöm szépen! Én a Szeged-Pest dolgáról szeretnék pár szót mondani. Illetékes vagyok ebben, hiszen aspiráns voltam az intézetben. A beszélgetésben elmondtam, hogy nem is volt ez olyan nagyon könnyű átállás. A harmonikus viszony ellenére, de hát természetesen nagyon nagy épülés volt. Az ottani közegben, mondjam, az első időszakban nem érezte az ember azt a, hát nem tudom másképp fogalmazni, azt a valahogy bensőségesebb hangulatot, mint amiben én felnőttem. Ám ezt rengeteg minden ellensúlyozta, nagyon átlátható feladatokat kaptam. Már tanár úr akkor éppen, ez 75-ben volt, amikor én oda kerültem, úgy emlékszem Gábor, hogy akkor készült Olaszországba, ugye ezután került sor a római vendégtanárságra, ám hogy mennyire figyelt visszafele, azt ugye egészen nyilvánvalóvá tette számomra, amikor egy nemzetközi megbízást, egy nemzetközi kapcsolat, hát mondjuk aprólékosabb részét rám bízta, ami abszolút nem volt természetes, de hát nem is kerülhettem volna látókörébe, hogyha nem ismeri például a nyelvtudásomat, és tudta, hogy lengyelül valamelyest tudok, és ez ugye nagyon megkönnyítette egy nagyon komoly vállalkozásban, a Bibliotheca Dissidentiumban való részvételt, ugye, amit egy lengyel emigráns csinált Strasbourgból, ennek különben nagyon vitáns mozzanatai voltak, ő ugye 68-ban ment ki André Szegedi, és elképesztő intenzitással követte a kelet-közép-európai dolgokat. Többször aztán ugye jött, látogatott, én is mentem, állandóan beszélgetünk, és hát egyszerűen követelte tőlem, hogy az lehetetlen, hogy én nem tudom őt összehozni. Ugye a Le Monde olvasóját képzeljük el, én nem tudom őt összehozni az ellenzékkel. Ezt azért mondom, hogy hát, micsoda ember vagy te. És hát tulajdonképpen fölismerült ez bennem egyszer, hogy talán ezt meg lehetne csinálni, mert nagyon sokat dolgoztam az akadémiai könyvtárban, és ugye Kis János kötetéből, meg most már szélesebb körben tudják a népek, hogy ott egy kör működött, és én ezeknek időnként, hogy mondjam, még a beszélgetését is meghallottam, de hát ugye képzeljétek el, hogy oda menni, és azt mondani, hogy itt van egy párizsi, hogy úgy mondjam,
potenciális sejtag, nem akart, de szóval ez valami elképzelhetetlen dolog lett volna természetesen, de hát az viszont ő nagyon respektálta, hogy ha valaki ilyen nemzetközi dolgokban részt vesz, akkor abba tessék 150%-ig részt venni, és hát olyan százalékban nem, de mégiscsak megpróbálkoztam. Ez volt a személyesebb része. Szeretnék Gábor szavaihoz kapcsolódva néhány dolgot talán még markánsabban megfogalmazni. Ma sok minden elhangzik arról, hogy az intézeteket miképpen hozták létre, milyen vízió vezette az embereket, ami a vezetőket ott az 50-es évek második felében, amikor ugye, ha jól emlékszem, 57-ben jött létre a dokumentációs központ alapjain az intézet, és ugye elhangzik az is, hogy hát ezek tulajdonképpen sztálinista intézmények voltak, szovjet mintára, stb. Ez demagóg módon is mondogatják, de az az igazság, hogy ha meggondoljuk, akkor bizonyos értelemben volt, hogy szovjet minta ebben volt valami, vezérelte szerintem az akkori engedélyezéket az, hogy hát vegyük külön az egyetemi világtól az intézeti világot, ott legyenek mindenféle emberek, nem is baj, hogyha így egy bandában vannak, áttekinthetőbb a dolog, és a többi. Most ha ebben a kontextusban nézzük, akkor mindaz, amit Gábor is elmondott, és amit ugye együtt megéltünk, hogy vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen hát abszolút keresztezték ezt a dolgot. Tehát a Rebakucs önmagában, azáltal, hogy kinyitja az egyetemi hallgatók felé, hogy oda is mehetünk, ugye én 70-ben voltam először konferencián Sárospatakon, és hogy az egyetemek és az intézet közötti együttműködésben, hogy úgy mondjam, képzeljük el ezt a dolgokat, képzeljük el, ez önmagában is, hogy úgy mondjam, egy abszolút keresztezte ezt a szándékot. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy ennek Szegeden, beszéltél elő Gábor az utat, ennek különös pikantériája volt, és ehhez különös bátorság is kellett. Ezt egyszer mondjuk ki, az a helyzet, hogy nem akármilyen megyében történt ez, nem akármilyen ellenszinten történt ez, és szeretném egyszerűen tudatosítani azt, hogy a bölcsészkar egészére hatással volt ez a dolog. Tehát kezdeményező Bálint volt, és szeretnék még két embert mindenképpen megemlíteni. Az egyik Csepi Lajos, akivel ő megbeszélte a dolgokat, és aki tulajdonképpen az aprólékos szervező munkában soha nem volt az a típus, aki beleállt volna, de tudom, hogy állandó, hogy úgy mondjam, megbeszélés tárgya volt, hogy mi, hogy, hiszen ne feledjük, hogy nem csak régi magyarosok jöttek le, hanem kinyílt. Ugye most a Bojtártól kezdve lehet tulajdonképpen az intézeti nehéz fiúkat mondani, Horváth Iván, Szörényi Lászlót, a Koránennen Bonyhai Gábort, ugye Ingarden fordítóját, és a többi. Most, tehát ez elképesztő fontos dolog volt, ebben a Csetrajuson kívül még egy embernek volt óriási szerepe, szerintem nem tévedek, ez az akkori dékán Hajdú Péter volt, aki ugye később a Nyelvtudományi Intézet igazgatója lett, és aki valami elképesztő nagyvonalúsággal és humorérzékkel kezelte ezeket az időnként, valljuk meg őszintén, nem könnyen kezelhető pesti férfiakat. A Lukácsi Sándorra például állandóan hol van a szobája, mint van, mi a fölírása a szobája, mert nem lehetett kiírni, ugye, hogy docens, hanem valami, azt találta ki tanár úr, hogy kandidátus. A Lukácsi ezen felháborodott, tehát, és azt akarom mondani, hogy ennek a modern filológiák egészére volt valamiképpen hatással, hiszen ez a kinyílás az intézet irányába, ez ennek nem lenne az a Szegedi Egyetem, szerintem ma sem, mint ami lett.
Ez nyilván, hogy közös művük volt, ezt is megbeszélgették, én úgy tudom, és közös volt az is, ahogy valamiképpen kialakult ennek a szegedi dolognak, hát az önálló, mondjuk így, részfeladata abban a vízióban, ami a tanár, Dancsai tanár úr víziója volt. Ez ugye egyrészt a peregrináció, másrészt pedig nagyon erőteljesen épített arra a kapcsolatrendszerre, amit Bálintnak az egész komoly evéi, hogy úgy mondjam, hát személyes kontaktusai jelentettek. Tudjuk, hogy talának mindannyian tudjuk a teremben a szakmabéliek, hogy ugye volt, azt hiszem, az 54-ben vagy 55-ben egy erdélyi tanulmányúton erre egy gyönyörű tanulmány szól, ott azt én úgy képzelem, hogy ő akkor már nagy ember volt, hogy ott kezébe adtak tulajdonképpen dolgokat, ne felejtjük el, ez még olyasmi, amikor tulajdonképpen, hogy van internacionalista ilyen együttműködésféle, még számított, tehát nem zárult be mindenre nélkül, de ugye eljöttek a nehéz idők is, és akkor mindaz, amit ott a kolozsvári intellektüelekkel és a marosvásárhelyekkel kialakított keserű kintlétei során, hát ugye az beforgatódott, hogy úgy mondjam, és ez úgy tudom, hogy állandó együttműködésben és állandó megbeszéléstárgyát képezve folyt ez a munka. Ezt azért is mondom el, hogy végeredményben van lehetőségünk talán még arra is, hogy ebből a szívóságból, ami és ugyanakkor emberi odafigyelésből, ahogy ez zajlott, hogy ebből valahogy mégiscsak energiát merítsünk arra, hogy itt még lehet talán folytatni ezt a dolgot, annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, ritkul körülöttünk a levegő, az a tárgyszerű megközelítés, amit ez a közösség képviselt, a koraújkori Magyarország egészének, mondjuk történeti szerepélő kulturális folyamatairól, az végeredményben másodlagos kérdéssé vált sokak számára. Az eredményeinkre való, hogy úgy mondjam, hát nagyon erős odafigyelés, az nincs, azt ki kell vívni valamiképpen. Tehát van baj, én szerintem elég, de azért ez egy elképesztő erős, hát mégiscsak így mondom, muníció, ami ott van ebben a kötetben is, és nem csak az, hogy egy kicsit jobban ismerjük magunkat egyébként, hanem az is, hogy bizonyos gyengéink, olyan kontextusba kerülnek, hogy gondolkodhatunk azért a kilábaláson is. Én nagyon remélem, hogy tanár úr is így gondolja, hogy is mondjam, naponta, vagy hát nem minden nap, de nagyon-nagyon sokszor, hogy mondjam, kiderül a beszélgetéseinkből, hogy mennyire figyeli mindazt, ami történik, és hogy hát ez a típusú együttműködés nemzetközi kapcsolatrendszerben, hazai tudományos életben, amit ők, az biztos, hogy folyamatos konzultációkban kialakítottak, ez még mindig példa lehet. Köszönöm szépen!